Hagyomány, modernizáció, hasznosítható tudástár. Ezek a legfontosabb irányelvek ma a Galamb József Szakképző Iskola oktatói, nevelői tevékenységében. Nem véletlenül választottuk mottónknak ezeket az irányelveket, hiszen az intézmény múltja továbbra is kötelez bennünket. A történeti múlt öröksége és a hagyomány őrzése mellett azonban a korszerű műveltséget, a 21. század igényeit figyelembe vevő szakképzést is biztosítanunk kell a hozzánk érkező fiataloknak és felnőtteknek. Innovatív tantestületünk modern felszereltségű intézményben várja a tanulni, fejlődni akaró, szakmát elsajátítani kívánó növendékeket. Képzéseink a valódi értékek befogadására, a hasznosítható, sokszínű tudásra és az új társadalmi kihívásokra teszik nyitottá leendő diákjainkat. Iskolánk 4 szakmacsoportban, agrár, építész, gépész, informatika kínál képzési programokat a szakképzéstől a technikusi végzettségig. Intézményünkben választható idegen nyelvek, az angol, a német és a román. A számítástechnikai és szakmai vizsgák mellett a nyelvvizsgára való felkészítést is ingyen végzik tanáraink. Sikeres szakmai vizsgák után Európass bizonyítvány kiállítását is kérhetitek, mellyel külföldön is vállalhattok munkát. Az intézményünkben tanulmányokat folytató vidékiek a közel 1,5 milliárd forintból felújított, átépített Pulitzer József kollégium szolgáltatásait vehetik igénybe. Szinte minden nap fogyasztunk zöldséget, gyümölcsöt, gabonaféléket, különféle húsokat. Kíváncsi vagy, hogy mi történik egy maggal, amíg termést lesz belőle? Hogy miért tavasszal nyílik a tulipán és nem ősszel? És miért ad egyik tehén több tejet, mint a másik? Nálunk mindezt megtudhatod. Képzéseinket választva csak nyerhetsz, hiszen egészséges élelmiszereket állíthatsz elő családod számára, még ha nem is ez lesz későbbiekben a foglalkozásod. A mezőgazdasági szakmacsoport tanulójaként kiszabadulhatsz a 4 fal közül, s jól felszerelt tankertünkben begyakorolhatod a hivatás gyakorlati fogásait, ráadásul a termelő cégeknél tett látogatások segítenek közelebb kerülni a különböző haszonállatok korszerű tartás technológiájához és a növények termesztéséhez. Egyetemre, főiskolára szeretnél menni, vagy inkább szakmát szereznél? Ha a növények állnak közelebb a szívedhez, válaszd a kertész vagy dísznövénykertész szakképesítést. A kertészképzés során elsajátíthatod a kertészet minden csínyát, bínyát, az ültetéstől az eladásig, mert egy igazi kertész ma már nem csak megtermeli, hanem menedzseli is a növényeit. Érdekel, hogy mindez hogyan zajlik a termelésben? Kiállítások, termelőüzemek látogatása során megtapasztalhatod, s egyben tudásodat is bővítheted, s ha felkészültnek érzed magad, szakmai versenyeken mérheted össze jártasságodat a vetés, palántázás, ültetés fogásaiban az ország minden tájáról összegyűlt diáktársaiddal, s jó eredmény esetén felmentést kaphatsz a szakmai vizsgák alól. És mindezek mellett, ha ezt a szakmát választod, már az első fél évtől kiemelt ösztöndíjban részesülhetsz. Kíváncsi vagy, miért hasznos a növény a lakásban? Miért nő szépen a születésnapodra kapott orchidea, vagy hogy milyen módon lehet megkülönböztetni egymástól a fákat, bokrokat? A dísznövénykertész képzés keretében megismerheted a lágy és fásszárú dísznövényeket, megtanulhatod, hogyan kell ápolni, s mire van szükségük ezeknek a növényeknek, hogy gyönyörködhessünk bennük. Megismerkedhetsz a növények különleges szaporítási módjával, a mikroszaporítással, mely teljesen eltér a többi módszertől, hiszen steril, laboratóriumi körülmények között egyetlen növényi sejtből, gyökér vagy szárészből kiindulva nevelünk egy új növényt. Mezőgazdasági technikusként európai színvonalú ismereteket szerezhetsz, és igazi önállóan gazdálkodni képes gazda válhat belőled. Érettségi után 2 év alatt megtanulhatod, mit kell tenni a talajjal, hogy jó legyen a termőképessége, hogy hogyan kell szaporítani, ápolni a növényeket és az állatokat, vagy hogy hogyan működnek a mezőgazdasági gépek. Nálunk a sikeres vállalkozási tevékenység folytatásához elengedhetetlen marketing, pénzügyi és ügyviteli ismeretekre is szert tehetsz a vállalkozás bizonylatainak kitöltésében, hivatalos levelek írásában és a megfelelő szoftverek használatában való jártasság pedig elősegíti, megkönnyíti mezőgazdasági vagy másfajta családi vállalkozásod sikerességét. Ráadásul ezek a képzések tökéletes alapjai lehetnek bármelyik agrárterületű egyetemi képzésnek is. A térbeli művészeteket összefoglaló néven képzőművészetnek nevezzük. Műfajai az építészet, a szobrászat, a festészet és az iparművészet. Az építészet téralkotó művészet. Kettős feladatot teljesít, védi az embert az időjárás viszontagságai ellen,
tömegeivel, tereivel és szerkezetével szolgálja ezt a gyakorlati feladatát, és ugyanakkor művészi kifejező eszközzé is válik. Az építészeti szakmacsoportban a festő, ács, kőműves és hidegburkoló szakmák oktatása folyik. A bemutató órán az első éves festők a színelmélet megismerése után színkeverési feladatokat végeznek sablon segítségével. Minden építőipari szakma tervrajzokat használ. E térbeli makett szintenként leemelhető, így a közbenső szintek alaprajzai élethűen elevenednek meg. Mind a festők, mind a többi építőipari szakma diákjai gyakorlati feladataikat iskolán kívül más intézményekben is végzik. Ők készítették a Makói Rendelőintézet bejáratának burkolatát és belső festését, de a kiszombori parókia belső munkáira, a vakolásra, festésre, mázolásra is elsősorban ők lehetnek büszkék. A 2012-es szakmai vizsga keretében szépült meg iskolánk aulája. Festő és burkoló diákjaink munkájáról pedig emléktábla is tanúskodik. Gyakorlati vizsga keretében készült az egyik iroda és folyosó burkolata is, valamint az iroda festése és mázolása. Számítógépes termünk festése és burkolása is diákjaink vizsgafeladata volt, akik elkészült alkotásaikat saját készítésű tablóikon is megörökítették. Gépészet. Mit jelent ez a szó? Egy nagyon nagy fát képzelj el. Erős, terebélyes, szerteágazó, vastag és belőlük eredő vékonyabb ágak hajtások tömegét látod. Minden nagyobb ág egy-egy gépészeti szakterület, s minden ágacska egy-egy szakma. A gépészet nélkül nincs modern technika, nincs repülőgép, autó, űrhajó, mobiltelefon és számítógép sem. Iskolánkban sokféle gépész szakma közül válogathatsz, akik olyat terveznek, hogy később magasan képzett mérnökök, technikusok szeretnének lenni, azoknak ajánljuk a gépészeti szakközépiskolát, ahol 4 év alatt érettségit és sok javadra váló gépészeti ismeretet szerezhetsz. Ha jó eredményt érsz el, akkor nyitva áll előtted az út az egyetemek és főiskolák felé. De gondolhatod úgy is, hogy érettségi után választod iskolánk technikusi képzését. Így mezőgazdasági gépésztechnikus lehetsz, aki a korszerű mezőgazdasági erő és munkagépek üzemeltetéséhez, javításához és karbantartásához is ért, valamint irányítja azokat a szakmunkásokat, akik az egyes feladatokat elvégzik. Szép, felelősségteljes munka ez, ahol soha nem fogsz unatkozni. Ha kedveled az autókat, biztosan gondolkodtál már azon, hogy miképpen működik az egész. Ha elromlik, vajon meg tudnád-e javítani? Egy korszerű személygépkocsi, kamion vagy autóbusz ma már teli van az elektronika csodáival és a fejlett gépipar finom és bonyolult alkatrészeivel. Az autószerelő szakma elsajátításához követelmény az érettségi, s ha erre a pályára lépsz, biztos lehetsz benne, hogy nem maradsz munkanélkül. Természetesen más szakmák közül is választhatsz nálunk, ahová egyelőre nem szükséges az érettségi, de nagyon jó, ha van. Figyelmedbe ajánljuk például a gépi forgácsoló, a szerszámkészítő vagy a villanyszerelő szakmákat. A szakmunkásképzésre már az általános iskola elvégzése után jelentkezhetsz. Az elméleti ismereteket iskolánkban, a gyakorlati tudást gyárakban, üzemekben szerezheted meg. A sokféle gépész szakma közül bármelyiket is választod, egyikben sem lesz gondod, hogy hol fogsz elhelyezkedni. Lehetsz gépi forgácsoló, ahol esztergálsz, marsz, köszörülsz és programot írsz. Ebben a képzésben megtanulhatod és elsajátíthatod a korszerű, számítógép vezérelt CNC, DNC szerszámgépekkel való alkatrészgyártás fortéjait és a gépek programozását. Ha jó szakember leszel, akkor dolgozhatsz olyan helyen is, ahol számítógéppel megrajzolod, amit készíteni szeretnél, interneten elküldöd a szerszámgép számítógépére, és az legyártja azt anélkül, hogy fel kellene állnod a számítógép elől. Alkalmas géppel akár egy élethű szobrot is alkothatsz, csak tanulni kell szorgalmasan. Igen keresett szakma, jól fizet, ráadásul a képzés ideje alatt kiemelt havi ösztöndíjat kaphatsz, amiből akár meg is élhetsz. Mi kell hozzá? Jó tanulmányi eredmény, amire te is képes vagy. Vagy miért ne lehetnél szerszámkészítő? Ők készítik el a nagy kézügyességet és gondosságot igénylő drága szerszámokat, amikkel fémeket, műanyagokat lehet pillanatok alatt nagyon pontos, kész alkatrészé varázsolni. Egy dezodoros palack vagy üdítős doboz pénzérme nagyságú lemezkékből készül. Szerszámkészítő nélkül nincs ipar, keresett szakember tehát mind. Sok jó dolgot hallottam róla, szakrajz része is nagyon jó. Az osztályom is összetartó, a tanárok szigorúak, de kedvesek. Ha elvégzem a sulit, akkor Magyarországon szeretnék maradni, és itt
Makó környékén. Én érettségi után jöttem ide ezt a szakképzést tanulni, mivel az érettségivel nem kaptam konkrét szakmát, és ezért elkezdtem nézelődni a szakmák között, hogy mi az, amit tudnék a jövőben hasznosítani. Sok pozitív visszajelzést hallottam a szerszámkészítő szakmáról, többek között azért is, mert hiány szakma, és ezért kiemelten kezelik, így nagyobb lehetőség látszott arra, hogy el lehet a későbbiekben vele helyezkedni. Sajnos az én városomban és annak a közelében ilyen képzés nem volt, ezért jöttem ide Makóra. Még így is megéri vállalni az utazást meg a költségeket, hogy megtanuljam ezt a szakmát, támogatják. Mit csinál a géplakatos? Javítja, szereli a sokféle gépet, motort, turbinát, szivattyút, hajtóművet, amivel mások dolgoznak majd. Ehhez tudni kell kovácsolni, heggeszteni, szerelni, egy kicsit esztergálni, marni, köszörülni. A géplakatos igazi ezermester, de nem érthet mindenhez ő sem. Az autók karosszériáját és alvázát, ha elrosdásodott vagy ütközés miatt sérült a jármű, a karosszéria lakatos javítja meg. Az ügyes kezű, gondos karosszéria lakatos aranyat ér, s nálunk ezt a szakmát is megtanulhatod. Vajon mi kell ahhoz, hogy naponta kenyér, hús, tej és gyümölcs kerüljön az asztalra? Mindezt és még sok mást is a mezőgazdaság adja. A föld művelése azonban ma elképzelhetetlen modern traktorok és munkaeszközeik nélkül. A betakarításhoz kombájn kell, ami nem egyszerű gép. Napjaink új gépei igen drágák, sokat tudnak és bonyolultabbak, kényelmesebbek, mint a személygépkocsik. Képesek kapcsolatba lépni például a GPS műholdakkal, így a gazda pontosan tudja, hogy melyik tenyérnyi földjén mennyit termett és mennyi műtrágyát kell majd adagolni a következő évre. Az állattenyésztés is külön gépeket igényel. Nálunk megtanulhatod a mezőgazdasági gép üzemeltető, gépjavító szakmát és vezetői engedélyt szerezhetsz mezőgazdasági vontatóra. A gépész szakmacsoport versenyképes szakmákat kínál. A képzés rendszere olyan, hogy egy szakma megszerzése után más szakmákat már könnyebben megszerezhetsz, akár nálunk is. Nyelveket és számítástechnikát is tanulsz majd, hiszen manapság mindegyik nélkülözhetetlen. Hidd el, biztosabb a jövőd, többet érsz, ha van egy-két versenyképes szakmád. Az informatikát szinte már nem tudjuk nélkülözni az életünkből, hiszen rohamosan fejlődő tudományág, amely behálózza mindennapjainkat. Válaszd az informatika szakmacsoportot, és 6 gépteremben sajátíthatod el ennek a tudományágnak a különböző területeit. Minden héten 6-8 órában foglalkozhatsz irodai programcsomagokkal, programozással, képszerkesztéssel, multimédiával és webszerkesztéssel. Ismerkedhetsz a hálózatokkal, választ kaphatsz arra, hogy hogyan működik az internet és mi mozgatja az egeret. Régi gépeinket nem dobjuk ki, hanem szétszedjük és megnézzük közelebbről, mi is lakozik bennük. A 4. év végén, a remélhetőleg sikeres érettségi után egy tanúsítványt kapsz a bizonyítvány mellé, ami szerencsés esetben munkavállalásra is alkalmas. Aki jól teljesít, az felvételizhet a különböző egyetemekre. Ha időközben elvesztetted az érdeklődésedet az informatika iránt, akkor sincs semmi veszve, de azokon az egyetemeken, ahol ezzel a tudománnyal foglalkoznak, nagy előnyre tehetsz szert az itt tanultakkal. Ha nem sikerült a felvételid, vagy szakmát akarsz tanulni, akkor gyere hozzánk 5. évre, és lehetőséged van különböző hivatások közül választani. A rendszergazdáknál hálózatokkal, operációs rendszerekkel, weboldalak készítésével és programozásával, képszerkesztéssel és animáció készítéssel foglalkozhatsz, kreativitásod itt biztosan meghozza gyümölcsét. Ha kevés lett a pontod, akkor végezd el sikeresen az egyik OK-s szakmánkat, és növelheted pontszámodat 24 ponttal. Miközben a szakképzésen csak informatikával foglalkozol, az elrontott érettségi tárgyaidra is van lehetőséget felkészülni, vagy szakmai versenyen jól szerepelve újabb többletpontokat szerezhetsz. Az informatikai tudás még a papírnál is fontosabb, hiszen ma már az összes munkakör betöltéséhez elengedhetetlen, és ami a legjobb, az iskola kapuin kilépve egész hátralévő életedben birtokolni fogod. Intézményünk pedagógusai az oktatói munka mellett nagy hangsúlyt fektetnek a nevelői tevékenységre. Ezek a tanórákon túl a délutáni és esti szabadidős elfoglaltságokban jelennek meg. Könyvtár, sportkör, szakkör, kirándulások, iskolai rendezvények formájában. Kis gólyáink minél hamarabbi beilleszkedését, a diáktársak megismerését a játékos gólyaavatók segítik.
Az adventi ünnepkör közelettével pedig az immár hagyománnyá vált adventi vásárt rendezzük, ahol diákjaink kezemunkáját dicsérő termékekkel találkozhattok. Ezen kívül mikulásbulik, diáknapok, kirándulások és sporttevékenységek színesítik a hétköznapokat, csak hogy néhányat említsek a sok közül. Nos, már csak ezért is érdemes galambos diáknak lenni. A Galamb József név kötelezi az itt tanulókat. A tanórákon kívüli iskolai szabadidős és sportrendezvények pedig valóban feledhetetlenné teszik a galambos iskolai éveket.